Diplomaosztó, közel 700-an tettek sikeres záróvizsgát júniusban a Nyíregyházi Egyetemen. Szombaton mintegy 500-an vették készhez oklevelüket. Életveszélyes, percekre se hagyjunk gyermeket parkoló, lezárt autóban, mert akár 70 fokig felmelegedhet benne a levegő. Mozgás a receptre. A házi orvos hamarosan fizikai aktivitást írhat fel a betegnek. A program kiterjesztése szeptemberben kezdődik. Közel 700-an tettek sikeres záróvizsgát a Nyíregyházi Egyetemen, közülük pedig több mint 500-an vették át személyesen diplomájukat az intézmény oklevélátadó ünnepi szenátusi ülésén szombaton. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az eseményen elhangzott, az egyetemre idén több mint 2600-an jelentkeztek első helyen, tavaly pedig 24%-kal nőtt a felvettek száma. A végzősök üzeneteit tartalmazó időkapszula átadása a Nyíregyházi Egyetemen. A hagyományhoz tartozik, hogy az utolsó évesek nevében búcsúbeszédet is mond egy arra érdemes hallgató. Linzenbold Attila testnevelés angol szakos tanárként végzett az intézményben, friss diplomásként pedig már el is helyezkedett. A mesterképzésre tervei szerint visszatérne az egyetem falai közé. Első körben szerettem volna egy olyan tudást biztosan megszerezni, amivel a későbbiekben az úgynevezett nagybetűs életben sikeres utat tudok bejárni, és úgy gondolom, hogy maga az egyetemnek a légköre, illetve az oktatóknak a munkája, a felkészítő folyamat, ez mind ahhoz járult hozzá, hogy a mai nap folyamán itt lehessünk, és biztos kezekkel tudjunk tovább haladni a nagyvilágban. Az intézmény rektora elmondta, a Nyíregyházi Egyetem vonzerejének növekedését mutatja, hogy a 2024-25-ös tanévre az intézménybe első helyen mintegy 10%-kal több hallgató jelentkezett, mint az előző években, kiemelkedve ezzel a hazai felsőoktatás mezőnyéből. Az egyetem egyedülálló tradíciót képvisel, mivel a pedagógus képzéstől a mérnöki, gazdasági, művészeti vagy akár pilóta képzésig széleskörű területen nyújt lehetőséget a hallgatók számára. Nagyon furcsa dinamikája van a képzéseknek. Úgy azt látjuk, hogy vannak a társadalompolitikai célok, és az oktatási kormányzat megpróbál lépéseket tenni, például a pedagógus képzés irányába, hogy a megfelelő szakképzettségű pedagógusok, óvónők különösebben a régióban rendelkezésre álljanak. Ez Nyíregyházán, a jogelődi intézménynél, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolánál mindig prioritás volt, tehát az ország egyik legjelentősebb pedagógus képző intézményei vagyunk, most is jelentős, de messze elmarad a fénykortól. A újabb divat szakok közül nem kivétel a Nyíregyházi Egyetem se, a informatika, gazdaságtudomány, ahol elképesztő jelentkezési rohammal kell mindig szembenéznünk, nagyon magas pontszámokkal kerülnek be a hallgatók. Az eseményen dr. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára elmondta, a versenyképesség és a térségek erősítése volt a legfőbb célja a modellváltásnak. Ennek eredménye, hogy 5 éve 7, idén pedig már 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5%-ában. Hozzátette, a teljesítmény finanszírozással az egyetemek tudományos teljesítménye 30%-kal nőtt, és közel 6000-rel több aktív hallgatója van az intézményeknek. A diploma hozzáadott értéke folyamatosan nő, hiszen 42 nap alatt lehet munkát találni, és a diploma minimum másfélszeres bérszorzót jelent. Az egyetemeknek sokkal erősebbek a kapcsolatai a vállalatokkal és a partnerintézményekkel. Mindemellett elvitathatatlanul nőtt a térségi megtartó erejük, ebben a Nyíregyházi Egyetem a legjobbak között teljesít. A Nyíregyházi Egyetem szenátusa 21 munkatársuk számára adományozott kitüntető címeket, elismerve ezzel kimagasló teljesítményüket. Ezt követően a végzős hallgatók kapták készhez okleveleiket. Az intézmény közel 4000 hallgatója közül idén júniusban 687-en tettek sikeres záróvizsgát. Közülük 514 végzős vette át ünnepélyes keretek között a diplomáját.
Vasárnap két Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen is megismételték a polgármester választást. Penészleken két jelölt indult újra, végül pedig a szavazatok 52,41%-át begyűjtő független Bíró Péter győzött, a Fidesz-KDNP jelöltje, Klenik Sándorné előtt. Ópáiban is újra az urnák elé járultak a lakosok, ott három személyre voksolhattak a helyiek. Az újra megrendezett polgármester választást 52,71%-kal a Fidesz-KDNP-s Bálint Albert nyerte, az egyaránt független Erdélyi Ilona és Orbán István előtt. Szakértők szerint egy bezárt autóban 20 perc alatt 43 fokos hőség alakulhat ki már akkor is, ha a kinti hőmérséklet csak 26-27 fok. Egy olyan napon pedig, amikor 30-35 fok van, akár 10 perc alatt 70 fokosra is forrósodhat az autó belseje. Ez a meleg az emberi szervezetre extrém megterhelés jelent, ami halállal végződő hőgutát okozhat. Amennyiben autóban hagyott gyermeket látunk, azonnal hívjuk a rendőrséget és a mentőket. Forró autóban hagyta gyermekét, bezárt kocsiban felejtette, tragédia lett a vége. Ilyen és ehhez hasonló szalagcímek sorra jelenik meg évről évre a médiában. Minden nyáron előfordul olyan eset, hogy valaki a tűző napon álló autóban hagyja a gyermeket. Szakértők szerint egy bezárt autóban 20 perc alatt akár 43 fokos hőség alakulhat ki már akkor is, ha a kinti hőmérséklet csak 26-27 fok. Egy olyan napon pedig, amikor 30-35 fok van, akár 10 perc alatt 70 fokosra is forrósodhat az autó belseje. Ennek hatására a testhőmérséklet megemelkedik. Míg a felnőtteké 1 fokot, addig a gyermekeké akár 5-öt is emelkedhet, vagyis esetükben a kánikulának sokkal súlyosabbak a következményei. A szervezet úgy működik, hogy mi azt mondjuk orvosok, hogy homeosztázisban élünk, tehát a szervezet szabályozó rendszere egy optimális környezetet teremt azért, hogy jól működjünk. Ha az eltér, mondjuk ebben az esetben óriási nagyra nő a hőmérséklet, akkor jönnek a durva reakciók, és itt ebben az esetben, ha ott hagyja a gyereket a nagy melegbe, nem is a kiszáradás, mert ugye az izzadással nem veszít annyi folyadékot, hogy pár óra alatt kiszáradjon, hanem a hő hatás, tehát a hő ártalom. És nyáron ugye a hő ártalomra kell nagyon odafigyelni, meg a fény ártalomra kell odafigyelni. A gyerekeket mind a kettő nagyon veszélyezteti. A kocsiban megfulladó gyerekek többségét a statisztikák szerint nem szándékosan hagyják a forró kocsiban, hanem véletlenül. De az is gyakori, hogy játék közben zárják be magukat. Mégis joggal merül fel a kérdés, hogyan lehet egy gyermeket az autóban felejteni. Egy hipotézis szerint a stressz és gyakran a kialvatlanság hatására az agy lényegében robotpilóta üzemmódra kapcsol, és átmenetileg nem üzemel az a terület, ami felelős lenne a gyerekekkel kapcsolatos tennivalók végrehajtásáért. Hát nyilvánvalóan ez bűncselekmény is lehet adott esetben a szülő részéről, hogyha a gyermeket a kocsiban hagyja. Azért mindenkinek felhívnánk a figyelmét, hogy akár csak percekre se hagyja magára bezárt autóba, ebbe a forróságban nagyon hamar felmelegszik az utastér, és komoly egészségi következményei lehetnek. Nem a büntetési tételtől kell félni, nem az rendőrségi eljárástól kell félni, hanem attól, hogy egészségkárosodás következik be, vagy esetleg halál. Ezért mindenkinek felhívnánk a figyelmét, hogy fokozott felelősséggel járjon el ilyen esetekben. Ha autóban hagyott gyermeket látunk, azonnal hívjuk a rendőrséget és a mentőket. Amennyiben ájult állapotban van, az életvédelme érdekében törjük be a kocsi ablakát, majd csavarjuk vizes ronyba és legyezzük az árnyékban. A tragédia elkerülése érdekében pedig érdemes pár egyszerű trükköt bevezetni. Azokat a tárgyakat, amire a kiszállást követően mindenképp szükség lesz, például pénztárca vagy laptop, tegyük a hátsó ülésre, ahol a gyermek is ül. A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt a tegnapi nappal kezdve péntekkel bezárólag a MÁV Start naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet oszt a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, így Nyíregyházán is. A Volán busz munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbuszállomáson és a vármegye székhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain oszt ásványvizet az utasoknak. Szeptemberben kezdik el kiterjeszteni a mozgás receptre elnevezésű programot. Ez azt jelenti, hogy fizikai aktivitást írhatnak fel a házi orvosok betegeik számára. A rendszert elsőként Új-Zélandon alkalmazták, de már Budapest 12. kerületében is évek óta működik, sikerrel. Az adatok azt mutatják, naponta 37 magyar ember veszti életét, kimondottan a mozgásszegény életmód következtében.
Az Euróbarométer egyik felmérésében a magyarok 59%-a nyilatkozott úgy, hogy soha nem mozog, 15%-a pedig nagyon ritkán, tehát a magyarok háromnegyede nem vagy alig végez fizikai aktivitást. Összehasonlításképpen Finnországban 8, Svédországban 12, Szlovéniában 25, Csehországban pedig 26%-a soha nem sportolók aránya. Ezzel összefüggésben nem meglepő, hogy arányaiban szinte minden évben Magyarországon hal meg a legtöbb ember, például szív- és érrendszeri betegség miatt. Ezen a mozgásszegény életmódon hivatott segíteni a Mozgás Receptre program, amely arról szól, hogy a házi orvos akár sportolást is kiírhat receptre. A rendszer külföldi mintára dolgozza ki az állam. A Mozgás Receptre program az Új-Zélandon indult egy olyan 20 évvel ezelőtt, és aztán rájöttek, hogy ebben van ráció, és a Skandináv országban, most már Angliában is ez működik. Igazából arról van szó, hogy a mozgás az gyakorlatilag úgy tud működni, mint egy gyógyszer. Tehát, hogyha valaki rendszeresen mozog, akkor annak a megbetegedése, vagy amikor már megbetegedett, annak a gyógyulása az jóval gyorsabban zajlik. Ezért ezekben az országban, ahol ez már működik, amikor az embernek mondjuk kezdődő magas vérnyomása van, akkor az orvos először nem pirulát ír fel neki, hanem azt mondja, hogy tessék elmenni egy 7-szer, 4-szer mozogni, úgyhogy a nyugalmi pulzusát legalább 30%-kal meghaladja a pulzusa, és különböző betegségekre különböző ajánlásokat fogalmaztak meg. Erről a házi orvosok tájékoztatót kapnak, és a hozzáforduló betegeknek ezt írják fel. A cukorbetegség és a magas vérnyomás esetében már régebb óta a terápia kötelező része a sport, de ismert tény az orvostudományban, hogy több mint 30 betegség megelőzésében és kezelésében játszik szerepet a mozgás. A receptre írás programjának kiterjesztése szeptembertől kezdődik. Most már megtörtént a lefordítása a svéd orvosi háttéranyagnak, azaz, hogy milyen betegségekre, milyen mozgásformákat ajánlanak, viszont ezt át kell dolgozni, mert nem minden esetben adaptálható tűpontossággal a magyar viszonyokra. A nyár folyamán ez az anyag el fog készülni, a házi orvosoknak egy továbbképzés fog indulni az ősz folyamán, és Magyarországon is ez a program már nagyobb léptékben el fog indulni. Sokan nem tudják, de a 12. kerületben ez már most is működik. A 12. kerületi önkormányzat elég innovatív volt, úgyhogy ezt már elindította, úgyhogy ennek a kerületnek a tapasztalatait felhasználva terjesztjük ki ezt a programot először ősszel olyan 20-25 önkormányzatra, és amikor a tanulságok megvannak, akkor a következő évtől ezt szeretnénk szélesíteni ezt a programot. A program lebonyolításában az önkormányzatok lehetnek az egyik legfőbb partnerek. A hatékony működés egyik legfontosabb feltétele ugyanis, hogy a települések összetudják fogni a házi orvosokat, és biztosítsák a mozgáshoz szükséges létesítményeket. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei főügyészség vádat emelt azzal a középkorú nővel szemben, aki idős édesanyját kegyetlenül bántalmazta, majd halálra szurkálta. Az 50-es évei elején járó nő 2023. június 1-én a délelőtti órákban elment édesanyja nyíregyházi lakóházához, majd őt ismeretlen okból csak nem egy órán keresztül bántalmazta. A 80 éves nő bordatöréseket és agyzúzódást szenvedett. Ezt követően a vádlott a házban magához vett egy hegyes eszközt, és azzal többször nyakon és fejen szúrta édesanyját, aki ettől a helyszínen elhalálozott. A sértett testén 59 könnyű és súlyos sérülést találtak. A főügyészség a nőt különös kegyetlenséggel bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés büntettével vádolja. Tettéért életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabását indítványozta azzal, hogy legkorábban 25 év elteltével lehessen feltételes szabadságra bocsájtani. Ebben a hónapban zárul a Józsa András Múzeum kutatói pályázata. Ennek apropóján sajtótájékoztatót tartott az intézmény két történésze. A kutatás támogatását 2022-ben a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz programban nyert el a múzeum, melynek célja Nyíregyháza bűnügyeinek tanulmányozása volt. A levéltári kutatások mellett egy konferenciát is rendeztek, melyhez kapcsolódóan ismeretterjesztő füzetet jelentettek meg.
Ravaszkodás, amerikai párbaj, öngyilkosságnak álcázott gyilkosságok és még sok izgalmas és különleges bűneset típus. Nyíregyháza kriminológiáját és kriminalisztikáját tanulmányozta a Józsa András Múzeum két történésze, akik nem csak az ügyeket, hanem a nyomozás részleteit is igyekeztek megvilágítani. Még 2021-ben a Józsa András Múzeum múzeumok éjszakáján készítettünk egy kiállítást, amely szintén ezt a témát dolgozta fel, és a kiállítás, mivel annyira népszerű volt, hogy abban gondolkodtunk a kolléganőmmel, Kertésztünde Fruzsinával, hogy ebből egy nagyobb dolgot is össze lehetne hozni, és szeretnénk jobban utána járni Nyíregyháza bűnügyi történetének. És akkoriban 2022-ben hirdette meg a Nemzeti Kulturális Alap a Magyar Géniusz Program keretében a kutatópályázatát, és ezt megpályáztuk és elnyertük. 2022 elejétől kezdtük a kutatást, tehát ez levéltári, könyvtári és minden szinten kutattunk a téma iránt. 1753-tól 1939-ig szerették volna teljesen átnézni a dokumentumokat, de a kutatást nehezítette, hogy a bírósági és ügyészségi iratokat az évek folyamán selejtezték. Ennek ellenére nagyon sok érdekes üggyel találkoztak. A munkát két témára bontották. Mohácsi Endre az 1753-tól 1881-ig tartó magyar királyi csendőrség, majd rendőrség megalakulásának időszakát dolgozta fel, majd 1939-ig kolléganője Kertésztünde Fruzsina ásta bele magát az izgalmas bűnesetek nyomozásába. Számos különleges esettel találkoztunk a kutatás során. Nehéz is mindet így lajstromba venni, mert különböző okok miatt követték el. Az egyik volt, amit kiemeltem, és ami számomra is egyedi volt, mondjuk az, ami a 30-as években a Sárház utcán találtak egy kútban egy női holttestet, és ismeretlen volt, tehát senki nem ismerte meg, a környéken sem. És az orvosi vizsgálatok után ugye készültek, illetve azt megelőzően készültek helyszínelési fotók, mert hogy akkor is készültek már, sajnos ezek a fotók selejtezésre kerültek, nincsenek meg, de tudjuk, hogy készültek. És a fotót a holttestről kitették a Nyírvidék szerkesztőségének az ablakába, amiatt, hogy megosszák a nyíregyháziakkal, hogy hát, ha valaki felismeri. Úgy tudom, hogy nem vezetett eredményre ez a fajta keresés, de ez is arra világít rá, hogy nem csak informatívak voltak ezek az újságcikkek, hiszen ugye rengeteg mindent kiderült belőle, hogy hogyan zajlott egy nyomozás, hanem az is, hogy akkoriban, 80-90 évvel ezelőtt, hogyan zajlott és hogyan jártak el az egyes esetekben, mondjuk manapság már nem tudjuk ezt elképzelni, hogy ilyen nyilvános helyre kitesznek egy ismeretlen holttestről készült fényképet. A kutatás produktumaként a levéltári kutatások mellett a múzeum egy tudományos konferenciát is rendezett, melyhez kapcsolódóan ismeretterjesztő füzetet jelentettek meg. A jövőben a témát feldolgozó olvasmányos kötetet is kiadnak 1000 példányban. Az U20-as fiúknál a Sárospataki TC, a férfiaknál a Hajdúnánási Elit Alakulat, a nőknél pedig a miskolci Goldie Girls nyerte a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei kézilabda szövetség által szervezett strand kézilabda tornát. A tiszavasvári strandon összesen 13 csapat lépett a homokos borítású pályára. A Vármegyei Szövetség egy utánpótlás torna megrendezésével indította a nyári szezont. A Sóstói strandon 27 csapat összesen 42 meccset játszott le. A felnőttek vasárnap egy régi új helyszínen, Tiszavasváriban léptek pályára, mégpedig igazi strandidőben. Három hete volt az utánpótlás tornánk Nyíregyházán, és most szerettünk volna egy új helyszínre is hozni felnőtt tornát. Tiszavasvári strandfürdő egyébként nagyon alkalmas, hiszen hatalmas területen akár 3-4 pálya is kialakításra kerülhet, úgyhogy a jövőben elgondolkozunk mindenképp az országos fordulóba vagy kvalifikációs tornába bekapcsolódni. Szerencsére szép számú a mezőny, 13 csapat nevezett. Szabolcs megyén kívül Hajdú, Borsod, Heves és még Pest környékéről is jöttek játékosok, úgyhogy nagyon színes a mezőny. Vattai Gergely a kezdetektől résztvevője a Tiszavasváriban vagy Nyíregyházán rendezett strandkézilabda tornáknak.
Mi a Miskolc csapatával, mikor éppen milyen néven, most az aktív diósgyőri kézilabdázókkal hosszú évek óta. Én ugye kimagaslok az aggastyán életkorommal, egészen a 2000-es évek elejétől minden évben szeretünk jönni. Természetesen a fiatalok, amikor megfelelő felnőtt korba értek, akkor csatlakoztak hozzánk, és akár Nyíregyházán, akár itt Tiszavasváribra örömmel jövünk, nagyszerű rendezés, jól érezzük magunkat. A versenyigazgató szerint egyre nagyobb az érdeklődés a sporták homokos borításon játszott változata iránt. 5. éve már, hogy rendezzük, és mindig van rá igény. Ahogy közeledünk a terem kézilabda végéhez, már jönnek a telefonok. Ugye szerveztek strand kézilabdát, ugye lesz egy kis nyár köszöntő, illetve terem kézilabda búcsúztató, mert itt mindig összegyűl a kézilabdás családok, jó hangulat van, zene szól egész nap, és tényleg nagyon jó mérkőzések vannak, és ez egy teljesen más közeg, mint a terem kézilabda. A férfiaknál a hajdúnánási elit alakulat végzett az élen, megelőzve a miskolci Habosoldalt és a tiszavasvári Tropicsot. A hölgyeknél a miskolci Gold Diggers lett az első, a hajdúnánás SK és a 23 tiszavasvári előtt. Az U20-as fiúknál Sárospataki TC Kisvárdai KC tiszavasvári ese lett a sorrend. Lejátszott a második felkészülési meccsét az Ausztriában edzőtáborozó Nyíregyháza Spartacus. Timár Krisztián együttese a horvátországi Eszék csapata ellen lépett pályára, és a mérkőzés 2-2-es döntetlennel zárult. A Spari legközelebb szerdán a szintén horvát Rijekával játszik. Kedves nézőink, híradunk végére értünk, úgyhogy jöjjenek főpíreink még egyszer, de már csak néhány mondatban. Pedagógus, mérnök, pilóta, széles a Nyíregyházi Egyetem képzési palettája. Az intézményben júniusban 687-en tettek sikeres záróvizsgát, közülük pedig több mint 500 végzős vett át ünnepélyes keretek között a diplomáját az oklevél átadó ünnepi szenátusi ülésen. Minden évben találkozni olyan esettel, amikor forró autóba bezárva hagyják a gyermeket. Egy olyan napon, amikor 30-35 fok van, akár 10 perc alatt 70 fokosra is forrósodhat a gépjármű belseje, ami hamar hőgutához vagy tragédiához vezethet. Fontos, ha autóban hagyott gyermeket látunk, azonnal hívjuk a rendőrséget és a mentőket. Az élet védelme érdekében pedig, ha szükséges, törjük be az autó ablakát. Mozgásreceptre elnevezéssel indul program, a fizikai aktivitást pedig házi orvosok ajánlják és írják majd fel. A rendszert először Új-Zélandon alkalmazták, de évek óta működik Budapest 12. kerületében is. Ezt terjesztik ki hamarosan országos szinten. A statisztikák szerint naponta 37 honfitársunk hal meg kimondottan a mozgásszegény életmód következtében. Ezen változtatna a program, így például kezdődő szív- és érrendszeri probléma esetén a házi orvos gyógyszer helyett mozgást ír receptre. Július 8-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, kedden este ismét jelentkezünk majd híradóval, és várjon Önöket a weboldalunk is, a kölcseitv.hu, ahol folyamatosan friss információkkal látjuk el Önöket. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden sokat süt majd a nap, a kevés fátyol és gomoly felhő mellett legfeljebb egy-egy zápor, zivatar alakulhat ki, időnként megélénkül az északkeleti szél, napközben 30 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.